A képernyő bal oldalán Manninger Jenő, a Fidesz országgyűlési képviselője, amint megkoszorúzza a Balatont. A felvétel tavalyi, de május elején minden évben hasonlóan indul a szezon kezdhelyen. Kinyitnak a büfék, a szállások, és várják a vendégeket. De nem mindenkit. Manninger Jenő Facebook posztban tiltakozott az ellen, hogy a Migration Aid néhány napra vendégül lásson Magyarországon élő, oltalmazott státuszban lévő külföldieket a Balatonnál. Azt írta, tisztában vagyunk azzal, hogy ez a soros terv része. Máshol pedig azt nyilatkozta, hogy szeretné megakadályozni az alavári programot, mert az a későbbi betelepítések előszobája lehet. A segélyszervezetnél megdöbbentek. Én szégyellem magam amiatt, hogy egyáltalán beszélni kell arról, hogy egy politikus megmeri azt engedni magának, hogy a magyar állam oltalma álló személyek nyaraltatását nekünk bármilyen formában igazolni kell. A Migration Aid a menekültválság kezdete óta segíti a Magyarországon megforduló embereket. Most három olyan családot szeretnének a Balatonnál nyaraltatni, amelynek tagjai már átestek a hatósági vizsgálatokon, és oltalmazott státuszt kaptak. Azaz szabadon mozoghatnak az országban, és hasonló jogok illetik meg őket, mint a magyar állampolgárokat, mert bebizonyosodott, hogy ahonnét jöttek, ott veszélyben lenne az életük. Olyan családok, akik itt laknak már Magyarországon, a gyerekeik magyar oktatási rendszerben, magyar óvodákba járnak, tanulják a nyelvet és próbálnak valamilyen formában integrálódni, de anyagilag nincsenek olyan helyzetben, hogy utazzanak, vagy többet lássanak az országból, vagy ne agyisten nyaraljanak. Miután Manninger Jenő Zalavárt említette a posztjában, mint lehetséges helyszínt, a falu felbojdult. Most meleg van, kárnikula van, nyaraljanak. Engem nem zavarnak. Nekem ide nem kellene, köszönöm szépen. A faluban mindenki a menekültekről beszél, de úgy tűnik feleslegesen. A segélyszervezetnél azt mondják, hogy nem oda vinnék a családokat. Hogy pontosan hová, azt a közhangulat miatt nem árulják el. Egyébként Keszthelyről is kaptak felajánlást. Egy férfi azzal hívta őket, hogy átadná az augusztus végi üdülési jogát egy rászoruló családnak, illetve sok férőhelyes szállás is jelentkezett, hogy szívesen fogadnának Magyarországon élő menekülteket. Kerestük Manninger Jenőt, de az országgyűlési képviselő külföldön van, telefonon pedig nem akart nyilatkozni. Azt üzente, hogy hétfőn viszont szívesen ad interjút. Kerestük a Fideszt is, de adásunkig sem a párt, sem a frakció nem válaszolt a kérdéseinkre. Magyar Éva, RTL Híradó, Budapest.